Dani, van még egy nagyon fontos. A knőzgór. Igen. Várjál, ezt felolvasom, hát ha be tudjátok vágni valahova. Nem biztos, hogy be fogjátok tudni. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Kamerazene, a fájdalommentes zenefüggőképző. A nevem Mona Dani, a mai témánk pedig Csát Géza. Vagy a zene és az irodalom kapcsolata. Majd meglátjuk, ugyanis Csát nem csak író volt, hanem orvos is. Nem csak író és orvos, hanem zenész és zeneszerző és zenekritikus. Ráadásul imádott festeni. Szóval nagyon sok minden volt és nagyon sok mindenhez is értett. A Budapesti Filharmoniai Társaság és a Petőfi Irodalmi Múzeum kéz a kézben készített egy nagyon izgalmas filmet Csát Gézáról, elsősorban a zenei arcáról, amit eddig kevésbé ismertünk, ami hamarosan meg fog jelenni, mindenkinek ajánlom szeretettel, a Petőfi Irodalmi Múzeum YouTube csatornáján tekinthető majd meg. Addig is egy kicsit beszélgessünk erről a jelenségről, erről a nagyon furcsa figuráról, és hogy ne csak én mondjak róla valamit, hiszen nem vagyok az irodalomnak nagy szakértője. Segítségül hívtam Ott Annát, aki viszont az olvasás és irodalom koronázatlan királynője. Ezért is a szemfülesek talán észrevették, hogy a díszlet egy kicsit megváltozott, ugyanis most a könyvespolcra hagyományosan könyveket tettem, hogy Anna kedvére tegyek, remélem kiszúrja majd a kedvenceit a könyvespolcról. És már itt is van Anna velünk, úgyhogy sok szeretettel köszöntöm a Kamerazene első nem zenész vendégét. Nem tudtam, Anna, hogy tudod-e, hogy te vagy az első nem zenész vendége ennek a sorozatnak, úgyhogy gratulálok ehhez. Köszönöm, viszont zenéről is fogunk beszélgetni. Méghozzá, itt az előbb a nézőknek elmondtam már, hogy Csát Géza és a zene kapcsolata az hogyan is alakult nagyjából. De ugye te elsősorban irodalmi szempontból figyelted Csát munkásságát, úgyhogy egy ilyen laza bevezető kérdésként, hogy ismerkedtél meg Csát Gézával? Mikor és melyik művével? Én szerintem ugyanúgy ismerkedtem meg Csáttal, mint mindannyian. A középiskolában tanultam róla, és kamaszként engem borzasztóan elkezdett érdekelni az ő élete inkább, és onnan indultam a művei felé, mert hát egy kamasznak azt mondják a tanárok, hogy itt van egy ember, aki súlyosan függő volt, akinek pszichés betegségei voltak, aki pszichés betegeket kezelt, aki mindemellett az írói pályára ment, és ott sikereket aratott, de hogy tudjuk róla, hogy mondjuk zenével is foglalkozott, és festészettel is foglalkozott, ez végtelenül izgatta az én kamasz fantáziámat, és rögtön utána, mint szerintem sokunknak, jött a nagy pofon, hogy azért ezek a művek nagyon nehezen olvasható művek. Hiába éreztem azt, hogy engem borzasztóan érdekel Csát Géza, azért természetesen az Egy elmebeteg nő naplójával kezdtem én is, de azért én azt kell, hogy mondjam, hogy elsőre, sőt másodikra is le kellett, hogy rakjam a könyvet, mert nagyon nehéz volt, a nyelvezete is nagyon nehéz volt, rengeteg orvosi szakszó, kifejezés volt benne, másrészt pedig azért ebben a pszichózisban íródott szöveg, azért nem mindig könnyű olvasmány. És éreztél olyat, akár Csátnál, akár el is rugaszkodhatunk tőle bármilyen olvasási élményedben, hogy egy író, aki nem csak író volt, hanem mondjuk zenész, vagy más művészeti ágnak egy képviselője, ez rányomja a bélyegét az írására, és gondolok itt arra mondjuk, hogy ha festő is volt, akkor mondjuk szebb tájképeket ír le, vagy jobb karakterleírásokat készít, mert valami olyan plusz szakmája, plusz művészeti ága volt. Te éreztél valaha ilyet bármilyen íróval? Önmagában azt gondolom, hogy borzasztó érzékeny emberek az írók, és minden művészember nagyon-nagyon érzékeny, és ebbe a világban, amit ők teremtenek, mindig nagyon jó belekerülni, és benne is maradni jó sokáig. Legutóbb én Barnás Ferenc könyvét olvastam, az új regényét, az Életünk végéiget, és igazából ott ő tudjuk, hogy sok hangszeren játszik, de tudjuk azt is, hogy a filozófiába és az esztétikába is van bejárása. Ez nagyon-nagyon érződött a szövegén, és nagyon sok külön jegyzetet készítettem hozzá azokról az emberekről, a tanulmányokról, témákról, amiket ő megemlít, és azt éreztem, hogy jó lenne utána járni. De itt van például Bartis Attila, akiről tudjuk, hogy a fénykép, a fotózás nagyon fontos neki. Ugye most legutoljára pont egy ilyen műve jelent meg, de ezelőtti regényeiben is szerintem nagyon-nagyon aktívan
másképp használja a képleírásokat, nagyon pontos, kimerevített mozdulatai vannak, a történéseket nagyon sokszor képileg ragadja meg, ez nagyon érezhető. De itt van Nádas Péter is, akiről tudjuk, hogy a fényképészet az számára nagyon-nagyon fontos volt, vagy hát máig nagyon fontos. Ezen kívül azt gondolom, hogy a legnagyobb kaland nekem most itt a vírus helyzetben és a karantén első napjaiban, hogy Boris Vian Tajtékos napjait olvastam, és ott ugye rengeteg zenemű jelenik meg pontos címmel előadóval, és az egy nagy élmény volt utána meghallgatni ezeket a dalokat, vagy közbe betenni és úgy olvasni ezeket a részleteket. De ő, például a nagy kedvencem Knőzgor, a norvég író, aki viszont ugye teljesen beleenged a saját múltjába minket, szinte önéletrajzi szinten ír autofikciót, és ott nagyon-nagyon érdekes volt, ahogy az irodalmi tanulmányait végigkövethetjük, és rengeteg írót sorol fel, olyan regényeket, amik neki fontosak voltak az íróvá válás során. Ezeket én mindig nagyon szeretem utána kijegyzetelni és utána járni. Karl Uwe Knőzgor, aki 6 kötetben írta meg Harcom címmel a regény folyamát, aminek nincsen más tétje, csak hogy önmagáról írjon, és én ennek is függője vagyok. A második kötetben van egy nagyon fontos mondat, ami szerintem idevág és érdekes. Azt írja, hogy Stendhal azt írta, hogy a zene a legmagasabb művészeti forma mindközül, hogy az összes többi művészeti forma voltak éppen zene akar lenni. Ez természetesen egy platóni gondolat volt, valamennyi művészeti forma valami mást utánoz, a zene az egyetlen, amely megáll önmagába, semmi mással össze nem hasonlítható. Szerintem ez szép, nem? Nagyon szép. Igen, szerintem ez tök jó. Szuper, hogy ezt említed, mert én egy Murakami könyvet olvastam nemrég, akiről lehet tudni, hogy nem csak apa könyvében, amit olvastam, hanem szinte mindegyikben rengeteg zenei példát említ, például egészen konkrét, akár előadásra meghatározott műveket, akkor ezek szerint az a féle olvasó vagy, aki az autentikus olvasás reményében, vagy annak jeligéjére meg is hallgatja ezeket a műveket, mondjuk? Én nagyon szeretem ezeket a kalandokat, szerintem ezek pont azért fontosak, hogy még inkább bele tudjunk helyezkedni a történetbe. Én olyan olvasó vagyok, aki nagyon szeret elmerülni a történetekbe, és ilyenkor minden segítség jól jön, ami azt segíti elő, hogy sokkal jobban tudjak azonosulni. Ilyen például egy-egy zene, vagy egy-egy, amikor mondjuk festményről van szó, akkor annak utána járni, ha nem ismertem előtte. Én ezeket nagyon szeretem, ezeket a kis önálló kutató munkákat, mert erősíti magát az olvasott történetet. Kanyarodjunk egy kicsit vissza Csáth Gézához, hogy ő zeneszerző is volt, és a zeneszerzés az mindig egy nagyon szigorú rendszer alapján mégis óriási nagy szabadsággal működik. Hogy ebből áttevődött-e szerinted valami érzele, valami olyan formai vagy strukturális különbséget más hagyományos idézőjelben csak írókhoz képest, hogy esetleg ezeket a zeneszerzői ambícióit belevetítette az irodalmi műveibe? Azért például, hogyha egy elmebeteg nő naplójáról beszélünk, ott azért ez is nagyon kettős, hogy egyrészt egy naplóforma, ami nagyon strukturált, ugye, hogyha valaki naplót ír, az tudja, hogy ahhoz azért kell egyfajta rendszer szeretet és egyfajta kötelességtudat, hogy leüljünk és megírjuk azt az adott napi részt, ami fontos nekünk, hogy emlékezzünk rá. Másrészt pedig itt vannak ugye a morfin származékok, amiktől viszont ez a szabadság valahogy egészen más arcot mutat, vagy jelent, és nekem nagyon érdekes volt, hogy ez az elképesztő ilyen bódult állapotban történő pszichózisról írás mégis egy ilyen rendszer szinten van megírva. Én biztos vagyok benne, hogy azok a művészek és írók, akik más művészeti ágban is járatosak, azok például, amit mondasz, hogy vannak bizonyos szabályrendszerek, azokat az írásra is nagyon-nagyon jól tudják alkalmazni, és ez fontos lehet az alkotói munkájukban. De itt már beszéltünk előre, és amikor azt említetted, hogy a ritmus érzék, szerintem az is rettenetesen fontos lehet egy írónál, hogy van egy belső hallása, ami nagyon-nagyon érzékeny, mert ugye a zenére fogékony, a zenében tanulta meg ezt a
hallást, vagy alkalmazta legtöbbször, és szerintem ez az írott szövegnél is nagyon fontos lehet. Nagyon jó, hogy szóba hoztad a morfiumot, mert ugye Chatnak morfium függősége volt, és aztán egy ilyen túladagolásba is halt bele, és mondtad, hogy izgalmas ezt olvasni, az ilyen állapotban írott, vagy ilyen állapotról szóló részeket. El lehet érni olvasással hasonló transz helyzetet, teszem fel a cseppet sem irányított kérdést, mert azt gondolom, hogy talán ha valakinek sikerül ezt elérnie, az te vagy. Én gyakran szoktam azt a igazából ilyen játékos megfogalmazást használni, hogy én függő vagyok, az olvasás függője. Egyrészt mázli, hogy nem más szerekkel bódítom és módosítom a tudatomat, hanem írott történetekkel, de hogy van bennem egy ilyen nagyon erős, azt hiszem, hogy tudom, milyen lehet függni bármi más szertől, mert egyrészt van egy ilyen hatalmas és nagyon erős vágyódás a könyvek iránt, aztán pedig, amikor megkapom és elkezdem olvasni, akkor nagyon-nagyon nehezen tudok abból kijárni, abból a történetből. Nagyon fura és lehetetlen helyzetekben is tudok olvasni, vagy hogy nagyon igyekszem arra, hogy ne tartsam luxusnak azt, hogy minden elé helyezzem az olvasást, mert hogy végül is a munkáimnak az alapja az, hogy én itthon ülök és olvasok. Nekem arra tökéletes a könyv, hogyha nagyon sokszor képzelem el, hogyha most kinyitjuk a könyvet, és így a fejünk elé tesszük, akkor már automatikusan kizárunk mindent a környezetünkből, és csak az a szöveg létezik. Én valahogy a filmeket sem tudom olyan átéléssel nézni, mint a könyveket olvasni, mert itt azért bele kell tenni azt a munkát, hogy nekünk kell elképzelni a karaktereket, a helyszíneket, a környezetet, és én ezt a munkát nagyon szeretem. Biztos vagyok benne, hogy én azért kezdtem el olvasni, mert kellett valami, ami kiszakít engem a hétköznapokból, a nehézségekre választad, vagy csak eltereli a figyelmemet. Szóval én azt gondolom, hogy egy jó könyv, egy fontos szöveg tud ilyet. Én tudok még egy nagyon jó függőséget, ez pedig a zenefüggőség, úgyhogy javaslom, hogy nézd meg majd a Kamerazene korábbi epizódjait, ha még nem vagy zenefüggő, és az egy hasonló delíriumos állapotot tud elérni. Anna, én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és elmondtad mindezeket. Ajánlom a Csát Gézás filmet is majd, hogy nézd meg, mert nem csak remek részleteket olvasnak majd fel belőle Csát kritikáiból, hanem Csát zenéket is lehet majd hallani, úgyhogy meg lehet ismerni egy ilyen eddig kicsit ismeretlenebb arcát is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és szia! Én is nagyon szépen köszönöm, sziasztok! Ennyi fért a mai Kamerazene epizódba. Nagyon köszönöm Ottannának a beszélgetést, életünk végéig tudtam volna még folytatni, de hát az idő tartása, ez az én harcom, amivel nap mint nap meg kell küzdenem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok ma is. Hogyha érdekel, hogy Ottanna milyen olvasmányokat ajánl, akkor mindenképp kövessétek be Instagramon, sőt, mi több, neki is van most már YouTube csatornája, ahol az olvasmányi élményeiről számol be, azt is nyugodtan kövessétek be, ahogy a Budapesti Filharmoniai Társaság YouTube csatornáját is, és ne felejtsétek el megnyomni a csengőt, hogy értesüljetek a legújabb videókról. Ha már Instagram, akkor engem is bekövethettek, ha érdekel, hogy mi mindent csinálok még a kamerazenén túl, vagy a kamerazenén belül. A következő videóban találkozunk, addig is hallgassatok sok jó zenét. Sziasztok!